Üdvözlet mindenkinek, itt az infobubble.hu weboldalon, ebben a videóban az Aeternum YouTube csatorna egy videóját fogom megmutatni, amelyben Hodász András beszélget Zeitler Ádám rabbi jelölttel a homoszexualitásról, hogy mennyire tekinthető bűnnek a homoszexualitás, és arról is, hogy mit akar valójában a szodómia kifejezés jelenteni. A homoszexualitás zsidó-keresztény aspektusait kutatják, valamint a vallásosság és a melegség egyidejű megélésének nehézségeit fogják bemutatni. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja. Természetes, hogy ezek az emberekkel szívesen beszélget, mert ezek egyetértenek vele. Csak ne essen senki ebbe a hibába, hogy azokat keresi, akik vele egyetértenek, mert ez egy igen kemény út lesz. Ugyanazt érezze akkor saját magán, mint amikor a melegekről beszél, vagy mind a kettőt tekintsen úgy, hogy a saját onnan bűnjére tekint, hogy ja, hát így biztos, hogy lehetne másképp is, vagy lehet, hogy lehet másképp, nem tudom, de akkor ez nagyon hasonló megítélés. Azért nagyon furcsa, amikor ilyen tüntetéseken, vagy akár vezetőknél előjön ez a téma, akkor nagyon érdekes, hogy akkor hirtelen mindenki ilyen teológiai alapképzéssel kezd el rendelkezni, és akkor hozza azokat a bibliai helyeket. Az Levitikus 18-20, ezt mindenki tudja fejből, az a melegek ellen szól. Azt általában kevésbé tudják, hogy nem kéne enni tengeri herkentyűket, hiszen az is, ha jól tudom, része, hogy a régi törvény az megmarad, vagy, tehát, hogy, és azért, mégis, azért, meg, azért kikopik, mégiscsak valahogy. Tehát mondom, az, aki a magját pazarolja, az legyen kedves, tekintsen ugyanúgy magára, mint amikor megszól más ilyen bűn miatt. Aha. Persze, mindenképpen, aki a magját elpazarolja, meg ezt folytatja, mindenképpen tekintsen magára úgy, mint aki rossz úton jár. De semmiképpen nem mossa azt össze ezekkel a kapitális bűnökkel, mint például a homoszexualitás. Ezért érdemes megválogatni, hogy ki az, akit hallgat az ember. És csak azért, mert valaki zsidó, rabbi vagy református lelkész, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy tudja, hogy miről beszél, mint ebben az esetben is ő nem tudja, hogy miről beszél. Aha. Nem beszélve arról, hogy van benne egy egészen fontos, ugye az is ószövetségi, a szeles felábrázolat, az is egy jószövetségi, vagy egy tórai ilyen parancsolat, mint az, hogy minden ember, ugye Isten képmására van teremtve, Istennek a lelke van benne. Tehát ha valamit cselekszel, ami nem tudatos választás, hanem belőled jön, és ez nagyon sok rabbinak ez az egyik érve és beszélgetése, amikor ezeket a helyeket nézi, hogy oké, de lehet-e az bűn, ami nem tudatos döntés? És zsidóságban ez egy nagyon nagy kérdés, mivel hogy mi nem hiszünk az eredendő bűnben, tehát mi abban hiszünk, hogy úgy születsz meg, hogy bűntelenül, ezért nagyon érdekes az, hogy lehet-e az, hogy egy igény, egy hajlam, egy készsége, akár egy pszichológia, az bűn lehet. A melegség az egyáltalán nem egy igény, vagy egy vele született jelenség, különben nem tudná az atya megítélni ezeket az embereket. Persze az is lehet, hogy a végén majd elnézi azoknak, akik esetleg olyan környezetben nőttek fel, úgy szocializálódtak, hogy erre az talán hajlamosította őket, vagy tegyük fel, olyasmi családi háttérrel rendelkeznek, ami elég borzasztó volt, vagy nehéz volt. Ezeket nyilván ő majd mérlegeli a végén. De senki ne ringassa magát abba a hitbe, hogy majd ő azt fogja mondani az ítéletkor, hogy ah, jó van fiam, de melegnek születtél, úgyhogy te jöhetsz, és akkor te itt leszel a királyságban, mint egy meleg. Az azért egy elég bizarr gondolat, hanem obszén. Aztán ő tovább folytatja ezt, bár én nem hiszem, hogy van tudományos bizonyíték arra jelenleg, hogy a homoszexualitás az valamilyen genetikai probléma lenne. Az van, hogy valami, amiben születsz, ami része a személyiségednek, amit te nem teszel, hanem tehetsz róla, inkább így mondom. Ilyen nincs, hogy nem tehetsz róla. A homoszexualitás az olyasmi kategóriába tartozik, mint a paráznaság, az az, amit valaki tud irányítani, és le kell győznie. Nem mondhatom azt, hogy jó, atyám, bocs, én paráznának születtem. Van bennem ez a parázna hajlam, most mit csináljak? Ezt csináltam, az kész, nézd el nekem ezt a végén. Ugyanolyan nevetséges az, amikor azt mondja valaki, hogy én melegnek születtem, úgyhogy nézd el nekem ezt a végén. Ez egy bűn, amit az embernek le kell győznie. Nem kvalifikálná úgy, mint egy bűn egyértelműen, mind a Tanakhban, mind pedig az Új Szövetségben, hogyha nem lehetne leküzdeni. Hanem benned van, az lehet-e bűn? Mert hogy mi nem születünk bűnökkel. Igen, de a katolikusághoz is úgy tartja, hogy aki meleg, az nem. Tehát melegnek lenni az nem bűn, hanem a homoszexuális cselekedet az bűn. Erről már beszéltünk hosszasan, ha jól emlékszem, akkor a yahoo.hu weboldalunkon fenn van a videó, hogy a hajlam is problematikus-e. És azt kell, hogy mondjam, hogy a hajlam is problematikus, hisz az egy abnormális dolog. Szóval előbb-utóbb az embernek le kell tudnia azt győzni, vagy legalábbis egy életen át küzdeni kell az ellen. De azt nem mondhatja, hogy én ilyennek születtem, ezért hát én ezt csak csinálom, aztán kész.
most el fogja magyarázni, hogy mit is jelent az, hogy ne hájj úgy férfival, mint nővel. És én azt javaslom, hogy mindenki füleljen, mert ez egy igen különleges fokozata az írás tűrés csavarásának. Hogy olyan reprodukciós szervekkel például, vagy transzneműként élnek. Van olyan magyarázat is, hogy azt a fajta kapcsolatot, amit a nővel élsz meg, azt ne hozz létre. Tehát itt gondolok arra, hogy például ez a házasság ellen van, de az együttlét ellen nem. Akkor van olyan is. Ezek különböző magyarázatok. Ezek mind magyarázatok. És azon, hogy ezek amúgy, amíg a tórai szöveget magyarázod, addig alap és nem térsz el a szövegtől szigorúan, és a közösség elismeri, és hivatkozol az elődeidre, addig ez egy valid magyarázat lesz. Gyakorlatilag azt mondhatsz, amit csak akarsz mindaddig, amíg azt ki tudod hozni abból a szövegből. Különbség az köztünk és köztük, és nem azt akarom mondani, hogy olyan értelemben különbség, hogy mi jók vagyunk, ők meg feltétlenül rosszak, hanem az, hogy mi úgy gondolkodunk, hogy az ő külön választott ruachja által nekünk megmutatja, hogy mi a helyes út. Nem feltétlen azzal a módszerrel, hogy lejön és megmutatja, vagy mindenki automatikusan tudja. De hogyha beszélünk róla, és igyekezünk minden erőnkkel hallgatni rá, és az igazságra törekszünk, akkor meg fogjuk érteni, hogy mit jelentenek a szavak, és nem fogunk elmenni ilyen abszurd világba, mint amerre ők elmentek, akár a zsidóság, akár a katolikus vagy keresztény vallás. Ahol technikailag úgy tűnik, mindent lehet egészen addig, amíg azt a szövegből te ki tudod olvasni. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooutya.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!